Pár hete, hogy elindult a fűtési szezon, és ez magával hozta a megszaporodott kéménytüzeket és a szénmonoxid mérgezéses eseteket. Ezek a káresetek jellemzően abból adódnak, hogy nem megfelelően használják a háztartásokban a tüzelő fűtőberendezéseket, valamint az égéstermék elvezető rendszereket. A helytelen használat és a nem megfelelő karbantartottság miatt pedig egyre gyakrabban fordulnak elő lakástüzek. 2022-ben 89 lakástűzhöz vonultak a tűzoltók, míg szemben az azonos időszakot vizsgálva összesen 71 tűzesethez kellett vonulnia a Tolna megyei egységeknek. Itt 2264 négyzetméternyi terület lett a lángok martalékává idén, míg tavaly az azonos időszakot vizsgálva az 1240 négyzetmétert jelent. Összesen 2022-ben több mint 260 fecskendő vonult ezekhez a káresetekhez, míg tavaly ez 212 tűzoltójárművet jelentett. A tüzelőberendezések, illetve kémények rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával, valamint a lakások megfelelő szellőztetésével jelentős mértékben csökkenthetők az épületgépészeti berendezések használatából fakadó kockázatok. Itt ugye a füst az, ami problémákat jelenthet, például ilyen értelemben az egészségre is nyilván ennek kártékony hatása van. Egy füstérzékelővel egyébként meg lehet előzni az ilyen irányú problémákat, tehát az már jelezni fogja nekünk idejében azt, hogy valami probléma van bent, esetleg van visszaáramlás. Itt megint csak akkor a kéményseprő tud segíteni. Egy társasházi lakásban az égéstermék elvezetőt a kéményseprőnek kell megvizsgálnia és ellenőriznie. A jogszabály 2 évenkénti ellenőrzést, szilárd tüzelés esetén éves felülvizsgálatot ír elő.